Szeretettel köszöntöm Önöket az Aktív Strand első programján. Paksi témával fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek. Ugye egy 9-szeres világ és egy 10-szeres Európa bajnok kajakozóról beszélünk. Szia! Jó reggelt! Igen, jár neki a taps. Mindenkinek köszönöm szépen. Működik ez? Működik, csak okay. Egy kicsit közelebb. Oké. Így jó? Így jó, lesz. Ti még egy kicsit mesélsz nekünk, hogy hogyan jött egyáltalán ez a te életedbe? A kajakozás? Igen. A kajakozás az úgy jött az életembe, hogy 92-es barcelonai olimpiát néztem a tévébe, és kedvet kaptam hozzá, és gyakorlatilag ilyen saját elhatározásból oda mentem a szüleimhez, hogy akkor én ez az, amit szeretnék csinálni. És elképzelem az arcukat. Igen, azt tudni kell, hogy a szüleim, ők abszolút kézilabdás család. Tehát a apukám is a 70-es évek vége, 80-as évek elején a Tromosba játszott, ott ismerkedtek meg anyukámmal, úgyhogy igazából én kézilabdás családból származom, a bátyám is kézilabdázott. És akkor jött a Timike 8 évesen, hogy én kajakozni szeretnék, de nem volt ebből semmi probléma, úgyhogy levittek a vízitelepre, és hát gyakorlatilag azóta is ott élek. És hogyha jól tudom, akkor gyorsan látta mindenki, hogy igen, neked ehhez van tehetséged. Úgy volt, hogy első edzésen levitt anyukám, és Cseperre vitt le, és volt ott az Éva néni. Mondta, hogy jó, oké, átveszem a gyereket, egy másfél óra múlva lehet érte jönni. És amikor anyukám jött értem, akkor Éva néni így mondta, hogy ott van kint a vízen. Anyukám meg így, oké, úszni mondjuk tud, de azért hűha. És tehát így elsőre is már úgy kavírnyáltam ott az oszlopok között, és nagyon tetszett, úgyhogy ott maradtam. Mi kell ahhoz, hogy valaki kajakos legyen? Tehát az úszás tudás, az gondolom az alap. Nem árt, igen. Mondjuk a kajakozáshoz nem kell csak a beborulás után végül is. Hát végül is, hogyha nem borulsz bele, akkor nem szükséges. De elég gyakran előfordul. Tehát most az olimpián is láttuk, a szlovén női páros is továbbjutó helyről beborult. Az kicsit kellemetlen. Gondolom, akkor mellette karedzés az mindenképpen fontos. Hát ez az, ami egy picit évhit, hogy a kajakozás az nem csak karból húzzuk, toljuk a lapátot, hanem egy egész testes... Gyere nyugodtan! Egy egész testes... Igen, itt van Timinek a pici lánya. Igen. Az akaratot tovább örökítettem. Na, dere! Ő is szeretne beszélgetni, nagyon tetszik neki a mikrofon, azt már kipróbáltuk. Fagyi is lehetne, hát nem az, drágám, de azért biztos neked is tetszeni fog. Te is beleszólsz? Nagyon cuki. Na, még egyszer. Nyám? Nem finom? Hát ez nem finom. Akkor most Brigi elmegy a játszótérre, jó? Bocsánat, szünet. Nagyon édes egyébként, tényleg. Jaj, nagyon aranyos, csak tényleg ez a mikrofon, ez leginkább egy fagyihoz hasonlít. Igen, tetszik neki. Tehát akkor nem csak kar, hanem egész testes edzés kell hozzá. Igen, tehát amikor télen nem tudunk evezni, akkor futunk, úszunk, és konditerembe is az összes izmunkat felkészítjük a nyári megmérettetésekre. Milyen egyébként felkészülni egy ilyen Európa-bajnokságra vagy világversenyre? Azért gondolom, sok lemondással jár. Tehát mi nem aktív sportolók, vagy nem is az, hogy aktív, nem aktív sportolók, hanem nem élsportolók, el tudjuk talán képzelni azt, hogy mi az, amiről ti lemondatok. De szerintem nem teljesen látjuk jól ezt a helyzetet. Hát az az igazság, hogy ugye mindenkit megemlíti, hogy mennyi lemondással jár ez a dolog, de a másik, tehát a serpenyőnek a másik serpenyőbe, a mérleg másik serpenyőjébe, ugye ott van viszont ez a sok plusz, amit kapunk. Tehát oké, lemondunk arról, hogy elmenjünk iskola után a barátokkal, viszont lemegyünk egy olyan vízitelepre, ahol ott vannak a barátok. Tehát életre szóló barátságok alakultak ki ebben a sportban, és gyakorlatilag azt úgy kell elképzelni, hogy nagyjából 14-15 éves kor után tényleg átveszi ez a szerepet az életünkbe. Reggel felkelünk, elmegyünk edzésre, délelőtti edzés után ebéd, kötelező alvás, pihenés, tehát azért az nem olyan rossz, hogy ez így elő van írva, tehát kevés munkahely van, ahol kötelezően gyakorlatilag lefektetnek az ágyba, hogy te most pihensz másfél-két órát, és utána délután még egyet edzünk, és gyakorlatilag ez a körforgás megy szépen, mondjuk 365 napból egy 300-at. És akkor gondolom nem csak hazai,
hanem külföldi barátokra is ilyenkor szert tud tenni. Így van, így van, így van, így van. Tehát én azt kell mondjam, hogy őszintén szólva Kanada, Argentína, Ausztrália és ez a három ország, ahol olyan barátnőim vannak, hogy gyakorlatilag, ha tehetném, akkor bármikor kimehetnénk hozzájuk, és el lehetnénk egy pár hetet családostól. Voltatok is közösen világversenyeken? Ezekkel a lányokkal? Igen. Igen, igen, persze, ott ismerkedtünk meg, és amit még el lehet mondani, hogy minden egyes verseny után van egy hivatalos bankett, ami egy hatalmas buli, és itt a versenynek a... Tehát a versenyen mindenki koncentrál magára, az evezésre, a bemelegítést, a csőlátással arra fókuszálunk, utána lemegy a verseny, és minden egyes alkalom után tartanak egy ilyen bankettet, ahol együtt vacsorázunk a többiekkel, ott már teljesen más a hangulat, tudunk tényleg barátkozni a külföldiekkel, és tök jó barátságok és bulik születnek ebből. Én ezt nagyon szeretem bennetek sportolókban, persze másban is, de a sportolóknál nagyon látszik, hogy nem ellenségek vagytok, hanem ellenfelek. Így van. Ez nagyon fontos különbség, úgy gondolom. És az, hogy most is például az olimpián is láthattuk, akár atlétikában, akár más számokban is, hogy lehet, hogy nekem is rosszul sikerül, de igenis segítek a másiknak felelni, és együtt megyünk tovább. Hát persze, aki látta most ezt az olimpiai közvetítéseket, hát csak rá kell nézni a női kajak négyesre, meg egyáltalán a csapatra, tényleg, ahogy a negyedikek lettek mondjuk párosba, és utána annyira tud örülni, hogy a másiknak négyesbe sikerült, és ott tényleg könnyes szemmel nyilatkoznak, és ott ölelgetik egymást, tehát, hogy annyira őszinte barátságok vannak ott, hogy ez nagyon-nagyon segít a mindennapokon gyakorlatilag, ugye ezek a lányok szinte együtt élnek, többet vannak együtt, mint a családjukkal, és olyan holdpontokon és olyan dolgokon segítik át egymást így az év folyamán, meg a magán a versenyen is, ami egy nagyon erős kapcsolat alakít ki közöttük. Mit szólsz egyébként az olimpiához, az ideihez? Hát fantasztikus, tehát, hogy annak is nagyon örülök, hogy a kajakkenusok is ilyen szépen helytáltak, ahogy eddig is. Annak is örülök, hogy most úgymond nem tolódott el a női kajak irányába, hanem tényleg férfi kajak. Fantasztikus. A kenusok is helyt tudtak állni, a fiatalok. Nekik még ott van a jövő, de azért most is bizonyították, hogy azért nem véletlenül kerültek oda. Hát a lányok meg a lányok. Tehát, hogy az, hogy ezzel a női kajak négyessel a végén tényleg egy koronaként egy aranyérmet tudtak nyerni, csodálatos. Annyira szép versenyzés volt, hogy egy öröm volt nézni tényleg. És ugye beszélgetésünk előtt is beszélgettünk, és akkor említetted, hogy ugye minden érem, tehát nem csak az arany, hanem az ezüstnek, a bronznak is. Sőt, én azt gondolom, hogy magának a részvételnek is fontos szerepe van egy sportoló életében. Hát így van, olimpiára kijutni az egy akkora álom, aki úgy kezdi el a sportot, hogy valamit el szeretne érni, tényleg 8 évesen ott lecsattog egy vízitelepre, vagy bemegy egy edzőterembe, vagy akármi, tehát nálunk olimpiai bajnok akarok lenni, tehát ez egy olyan motiváció, hogy direkt mondtam az akarókot, tehát mi nem szeretnénk, mi azt akarjuk. És ugyanúgy, ahogy a Dana is nyilatkozta a verseny után, ahogy körülnézett, tehát az annyira őszintén benne volt az, ami a kajaksport lényeg, hogy körülnézett, hogy téged is megverlek, meg téged is megverlek, és menjünk, és annyira, annyira király volt. De tényleg, és utána meg mosolyognak, és igenis, akire így ránézett, hogy de én már pedig most lenyomlak téged, gyorsabb leszek a pályán, utána a parton, hát hidd el, hogy este együtt fognak vacsorázni. Biztos vagyok benne. De neked nem sikerült az olimpiára kijutnod, igen, hiszen abban az időben csak egy sportoló mehetett ki kajakból, ugye? Jól tudom? Igen, igen. Úgy volt, hogy ezt egy pár éve változtatták meg, tehát gyakorlatilag ez volt az első olyan olimpia, hogy nem csak egy egység indulhatott a Magyarország színeiben, hanem kettő is. Igen, tehát és most is van egy-két olyan lány, aki úgy maradt itthon, hogy ott lett volna a helye. Tehát pont ugyanúgy, ugyanolyan gyors volt, ugyanannyit edzett, és igazából nüanszokkal lecsúszott. Most már, hál' Istennek van ilyen duplázási lehetőség. Az én időmben nem volt. Ha lett volna, akkor lehet, hogy egy-kettővel több ilyen csodálatos aranyezüst lett volna, mint most ugye a fiúkajakosoknál a Bálint és az Ádám.
Viszont én azt gondolom, illetve olvastam is rólad, meg beszélgettünk is, hogy te ezt nem úgy fogod fel, hogy te ezt bánod. Lehet, hogy egy kicsit bánod, de nem a negatív értelmében gondolsz erre rá, hanem inkább a pozitívakra. Az az igazság, hogy persze, tehát hogy őszintén szólva, de hogy nem, hát persze, hogy szerettem volna kijutni egy olimpiára, persze, hogy szerettem volna olimpiai akár érmet, akár aranyat nyerni, vagy egyáltalán a lehetőséget megkapni. Én nekem ez nem jött össze, de hát én azt szoktam mondani, hogy az én három kis olimpiai aranyom az a három lányom. Tehát igazából... Akiben egyet láttatok. Igen. Én, hogy is mondjam, nem gondolom, hogy az életem mostani szakaszában boldogabb lennék, hogyha 15 évvel ezelőtt megnyertem volna azt a versenyt. Nem, ugye itt az életben vannak ilyen válaszutak, amin elindulsz erre, és eljutsz valahova, és hogy ott valami másképp sikerül, akkor a másik vonalon teljesen máshova jutsz. És én most itt annyira jó helyen vagyok, hogy nem is biztos, hogyha én ott akkor kijutok, nyerek, akkor úgy alakul az életem, hogy most itt ülhessek. Én is azt gondolom, hogy mindennek oka van. Tehát valamiért ennek így kellett történnie. Igen. És hát akkor látszik is, hogy most jó helyen vagy, boldog igen, vagy igen, most. Igen. Hogyha jól tudom, 2 éve vagy itt Zalában? Igen, 2 éve és 1 hónapja költöztünk le. Oh, egész pontosan. Egészen pontosan. Igen. Miért döntöttél Zala megye mellett, illetve Gyenesdies mellett, ugye? Igen, nekem a férjem mutatta meg ezt a környéket gyakorlatilag, és ő már gyerekkora óta beleszeretett ebbe az egész környezetbe, és amikor engem is lehozott, akkor én is, nekem is nagyon megtetszett. És amikor az első kislányunkkal ugye otthon voltam, gyakorlatilag én többet voltam itt, mint Budapesten. És akkor elkezdtünk gyakorlatilag ingázni, aminek az lett a vége, hogy én már többet voltam itt, mint ott. És akkor végül is minek tartsunk fönt 2 élethelyzetet itt is, meg ott is, úgyhogy most én itt vagyok, ő meg ingázik. Úgyhogy nagyon jó. Na voltál te külföldön edző is, ugye? Így van. Lesek, mert ezt leírtam. Ausztria, Dél-Afrika, Tajvan, Kanada. Stimmel, annyi, hogy a Tajvan, mint országban nem voltam, hanem a tajvani csapat jött ide hozzám, és itt edzettek Magyarországon. Mennyire bele. Jó. Ugye? Milyen volt egyébként külföldön? Azt gondolom, hogy ez a kajakkenus közeg, ez annyira, van neki egy milliója, és én, ha a világon bárhol bemegyek egy vízitelepre, én ugyanazt a hangulatot érzem. Tehát 20 évesen voltam, Berlinben voltam nyelviskolában, és egyedül voltam, egy kicsit olyan elszontyolodott voltam, azt hiszem valamelyik olimpia után helyett mentem ki nyelvet tanulni, hogy elfoglaljam az agyamat mással, és hát gondoltam, tehát tényleg egy kicsit el voltam szontyolodva, és ugye beszéltünk a nemzetközi barátságokról, és akkor fölhívtam ottan az ottani berlini kajakos ismerősömet, lementünk a vízitelepre, leültem oda a víz mellé a kis fapadra, és megnyugodtam. Tehát van neki egy olyan hangulata, ami ez egész világon szerintem nagyon-nagyon hasonlít. És igazából ugyanezt a hangulatot szeretném ide lehozni Keszthelyre. Itt a strandnak ugye ez a fő bejárata, de a másik oldalon ott van egy csónakház, és én oda szeretném ezt megteremteni. Igen, azt azért mondjuk el, hogy te hoztál létre egy egyesületet, ezt is lesem. Keszthelyi Vízisport Egyesület. Igaz? Igen. Szeretnéd akkor itt is megtanítani az embereknek azt, hogy hogyan is kell kajakkal, illetve ha jól hallottam, száppal is közlekedni, mert hogy azzal így is van. Probléma van. Kajak, kenu, száp, ez a három szakágunk gyakorlatilag, és azt kell mondjam őszintén, hogy mind a hármat meg tudom tanítani bárkinek, úgyhogy szeretettel várom az érdeklődőket. És én nagyon szeretek tanítani, tehát én Nagy Kanizsán vagyok edző, a kicsiket én tanítom ott kajakozni. Hétfő, szerda, péntek délután megyek, és most már egy pár hónap után látom a fejlődést rajtuk, és olyan örömmel tölt el tényleg, hogy 2 hónapja megmutattam a kislánynak, hogy figyelj ide, ez a hajó eleje, az a hátulja, ide középre fogunk beülni, jó? Itt ez a lapát, ezzel úgy kell
forgatni, meg úgy kell csinálni, ahogy mindjárt megmutatom. És két hónap után így elevezelődtem, és így gyönyörködöm benne, hogy jól csinálja. De jó, azért egyrészt azért Paksi Timitől tanulni, én is szívesen beiratkozom hozzád. Jó, nyugodtan lehet. Az én korosztályom is lehet? Abszolút, nullától jó. Százig, tényleg. Jó, akkor megyünk hozzá tanulni. Illetve nagyon fontos az is, hogy valaki szeressen tanítani. Tehát látom a csillogást a szemedben, ahogy beszélsz erről, és ha a saját példámat nézem, én úszni tanultam, tehát én versenyúszást tanultam, és nekem is az edzőm, ahogy megtanított, és utána, ahogy láttam tőle, a mai napig nem tudnak kirángatni engem a vízből, ha én bemegyek. Tehát lehet, hogyha nálad megyek, én többet borulok be, mert inkább úszom egyet, de azért nagyon jó, hogyha ha valaki jó tanár tud lenni, és szeret is tanítani. Igazából én szerintem beoltom a gyerekeket kajakozásra. Az nagyon jó. Tehát most úgyis divatos ez, fölvesszük az oltást, tehát most vegyük fel inkább a lapátot, vagy nem is inkább, hanem is, vagy és. Hogyha valaki szepozni szeretne, mert ezt láttam, hogy annak azért egy 20 perces oktatás kellene, igen, mert azért sokan veszik meg ezt az eszközt, és nem biztos, hogy tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát az, hogy megveszem a szepolt, akkor van a kezembe egy evező, és megyek, és mind a világtalan, az nem biztos, hogy jó ötlet. Hát ez úgy van, hogy nekem a nagylányom most megy iskolába, és mondjuk szeptember 1-én megkapja a tankönyvcsomagot, az nem azt jelenti, hogy ő azt már tudja. Tehát megvesszük az eszközt a boltba, tényleg lejönnek, berakják a vízbe, és utána esnek, kelnek rajta. Ami az ügyesebbje nem feltétlenül, és aki esik kell, az sem azt jelenti, hogy béna, csak egész egyszerűen ez egy olyan eszköz, amiről jó nagyokat lehet esni, és jó, hogy a vízbe esel, de a vízbe lehet bármi a víz alatt, lehet ott netán egy másik ember, lehet ott egy 8 éves gyerek, aki éppen búvárkodik, és pont ott jön fel, vagy esetleg a deszka alatt, tehát azért Kajló. Ezek... Igen. Meg ha már viszont elindult, akkor úgymond sportol, kimelegszik, nyomja, egyszer csak bebillen, és beesik a vízbe. Nem feltétlenül az úszni nem tudó emberek szoktak bajba kerülni, és hova tovább esetleg meg is fulladni, hanem a bátrak, akik azt gondolják, hogy a tudásuk elegendő ahhoz, hogy a Balaton változó körülményeivel megbirkózzanak, és ez nem feltétlenül mindig így van sajnos. És az a baj, hogy nem sokan veszik fel a mentő mellényt, én azt gondolom, itt sem, viszont nagyon fontos lenne, ugye a vízimentők is most erre nagyon felhívják a figyelmet, igen, hiszen nemrég történt sajnos tragikus baleset is, de úgy tudom, hogy a SZEP-hoz is eléggé ajánlott. Hát sajnos még nem kötelező, tehát még nem szabályozták be ezt, hogy vízisporteszköznek minősítsék, vagy lehet, hogy annak minősítették, de a lényeg, hogy még nem kötelező rá a mentőmellény, ami szerintem hiba. Tehát pont ugyanúgy felhevült testtel lehet vízbe esni róla, mint a vízibicikliről, és az nem teljesen egészséges, főleg egy kicsit egészségtelen szervezetnek, esetleg úgy egészségtelen a szervezet, hogy a szervezet gazdája nem is tud róla, csak már egy ilyen fatális balesetnél derül ki, hogy ja, amúgy nem, ezt nem kellett volna. Mi egyébként a motiváció? Tehát mivel tudod motiválni az embereket arra, hogy mondjuk fogjanak evezőt és próbálják ki ezeket a sportágakat? Én szerintem ezt, ha egyszer valaki kipróbálja és ráérez az ízére, akkor onnan kezdve a mindennapi edzésekre lejönni azt a motivációt, azt mindenki a saját céljainak megfelelően tudja beállítani. Tehát tényleg van olyan, aki lejön és így csőlátással olimpiai bajnok akar lenni, van, aki a társaság miatt ragadott, mert tényleg egy jó hangulatú csapat vagyunk, azt kell mondjam. Van, aki pedig tudatosan az egészségét szeretné megőrizni. Van, aki szereti nem csak a parti kacsákat látni, hanem a 200 méterrel beljebb lévő kacsákat is, tehát mindenkinek más. Ki amit szeretne. Tehát ha valaki kacsákat szeretne nézni, az menjenek kajakozni, vagy szapozni. Azt is lehet. Edzésen is van ilyen kis lődörgő kisfiam, hogy így evez, és így egyszer csak így rá kell szóljak, hogy te figyelj, evezzél, mert tök jó az a kacsa, de azért úgy haladnánk a cél felé. De úgy elbámészkodnak? Tehát van ilyen is? Van, igen. Tehát azt kell mondjam, hogy itt a 8-10 éves korosztályban az energiámnak szerintem egy 34,2%-a arra megy el, hogy evezzél, ne tedd le a lap, evezzél, na gyere már, evezzél. Tehát egy egész egyszerűen tényleg olyan
kiugrik egy hal a vízből, elmegy egy kacsa, leszáll egy hattyú, tehát történnek dolgok. És ezt hogy kell elképzelni, tehát te így mész velük? A Nagykanizsán, ott, ahol rendes versenysportot oktatok, ott van nekem egy motorcsónakom, szépen beleszállok, és ott megyek velük. Viszont itt, nem sokára itt is fog érkezni ilyen lehetőség, és a másik verzió, amikor tanítok, itt nagyon-nagyon ideális a strand, tehát nagyjából 100 méterig be lehet sétálni, úgyhogy derékig ér a víz, úgyhogy felveszem a vízicipőt és besétálok velük, hogyha már kicsit ügyesebbek vagyunk, akkor én is hajóba pattanok, és akkor hajóval megyek mellettük, tehát kajakkal, száppal, kenuval, ami kell. Milyen messze mentek el? Parttól 500 méter a szabály. Tehát akkor annyira messze nem, de azért mégis elég messzire tudtak menni. A benti kacsák meg vannak, igen. Nekem nagyon tetszik ez a kacsa. Vannak 500-as, betanított 500-as kacsák, sorban állnak ott bent. Ha jól tudom, akkor ma délután lesz egy verseny is a kajakkenu pontnál? Igen. 5 órakor fölporírozom a hajókat, vízre teszem őket, és várom a versenyzőket a fantasztikus bójakerülő versenyünkre. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy egy izgalmas kis csatát ott kialakítunk. Tehát akkor most kezdő még ne menjen, hanem az, aki már tud. Nem, nyugodtan. Olyan hajókat teszek vízre, hogy mindenféle előképzettség nélkül lehet jönni, kortól függetlenül. De jó. Tehát bárki mehet, bármilyen korosztály, bármilyen edzés szinten. Így van. Nagyon jó. Tetszik ez nekem. Mikor mehetek? 5 órakor kezdődik. Jó, jövök. 5 órakor kezdődik. Mit szeretsz egyébként te ebben a sportban a leginkább? Ez egy szabadtéri sport, tehát én nagyon szeretem azt, hogy egy olyan különleges közegre megyünk rá, mint a víz. Tehát az, hogy itt a Balaton, és ezt ki lehet használni gyakorlatilag, nem csak itt a strandidőben, hanem szerintem olyan nagyjából márciustól októberig csodálatosan lehet evezni rajta. És amikor az ember beül a hajóba, és úgy ellöki magát a stégtől, akkor egy kicsit el is löki magát a hétköznapi élettől. Tehát átkapcsol az agyad, meg ugye a kajakba, amikor ülsz, ott kell lenned fejbe, mert nem minden hajóba, de például a versenyhajókban nagyon a jelenbe kell lenned ahhoz, hogy benne maradjál egyáltalán az eszközben. És annyira nem tudsz másra koncentrálni, hogy tényleg el is felejted azokat a hétköznapi dolgokat, amik esetleg bántanak, nyomasztanak, jár az agyad, gondolkodsz rajta, beülsz a hajóba, ellököd, és tényleg kievezed magadból ezeket a dolgokat. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy egy jó kis lelki feltöltődés is? Pszichokajak, igen. Na, egyre jobb kifejezéseket tanulok tőled. Pszichokajak, kacsa. Ezeket mind meg fogom jegyezni és alkalmazom. Legközelebb, ha beszélgetünk, ezt fogom megkérdezni, hogy vannak a kacsák? Hogy vannak a pszichokajakosok? A pszichokajakosok. Én azt gondolom, hogy minden egyes sportákban jó az, hogyha ki tudjuk kapcsolni az agyunkat, de ezt mennyire könnyű megtenni? Én szerintem a legnehezebb dolog a világon nem gondolkodni. Tehát buddhista szerzetesek évekig elvonulnak, hogy tudjanak ne gondolkodni. Tehát most gondolj bele, itt ülsz, és ne gondolj semmire, hogy. Ugyanúgy, mint versenyen is kizárni azt, hogy hú, olimpia, 4 éve, most éppen 5 éve erre várok, és ha most sikerül, akkor ez lesz, az lesz, és elkezdesz a jövőbe gondolkodni, és azt nagyon nem szabad. Elkezdesz a múlton gondolkodni, nagyon nem szabad. Tehát csak és kizárólag arra kell fókuszálni, arra az adott 200, 500, 1000 méter, ami előtted van. És ezt nagyon nehéz ott lehesegetni a kis ülő démonokat a válladról, hogy jaj, nem fog sikerülni, vagy jaj, mit tudom én, a Lisa Carrington nagyon gyors volt tegnap, és tényleg ott ülnek ott a válladon, és itt mondogatják a hülyeségeiket, és azokat onnan lepöckölni, az nagyon kemény mentális feladat. Ezt akartam pont mondani, hogy azért ehhez elég kemény mentális igen, gondolkodásodnak kell lenni, hogy ezt igen, meg tud valósítani. Igen, és Magyarországon annyira jó az a magyar kajakkenú szakák, hogy gyakorlatilag testi felkészültségben, én azt kell mondjam, hogy most ugye 6 lány volt kint az olimpián talán, és én őszintén mondom, hogy legalább 12 testileg pont ugyanezt le tudja tenni az asztalra, tehát alkalmasak rá. Viszont itt jön az be, hogy ki az, aki fejben rendbe tudja tenni magát, úgyhogy a versenyen
le tudja tenni azt, amit edzésen, vagy esetleg rosszabbat. Vagy rosszabbat, te hogy is? Jobbat, bocsánat. Még nem itted meg a kávét. Igen, ez lehet a probléma, de van, aki a versenyen rosszabbat tesz le. Tehát tényleg az a lényege itt, hogy fejbe annyira ott legyünk, hogy ki tudjuk hozni magunkból a maximumot, vagy annál egy picit többet. Egy picit azért avass be bennünket, ez engem annyira érdekel. Milyen érzés megnyerni egy világversenyt? Nem lehet elmondani. Tehát, hogy tényleg az egy akkora eufória, hogy ugyanúgy, ahogy a lányok állnak ott, ugye hívják ki őket a verseny után, és ott dugják alá az orruk alá a mikrofont, hogy na milyen érzés, és ők így, hát nem találok szavakat, meg ugye a Lőrinc Tamás is, amikor megnyerte az aranyat, hát nem lehet más csinálni, hát ránézni az emberre, és folyik a könny nekem is a szememből, meg neki is, és én tényleg körülbelül pont ugyanúgy nem találok szavakat ezt leírni, ezt az érzést, ahogy ők, viszont szerintem szavak nélkül érzi az ember azt, amikor ránéz egy ilyen győztesre, hogy micsoda megkönnyebbülés, fellélegzés, tényleg az örömnek egy olyan magassága, amit kevés más élethelyzetbe lehet esetleg megtalálni. És valahogy ez a kollektív tudat, hogy a miénk, van. Mi kutyánk, kölyke nyert, szerintem mi is együtt sírunk veletek ott, persze, hogyha a képernyőt nézzük, bármilyen sportoló, hogyha aranyérmes lesz, én is most az olimpián rengeteget sírtam. Egyébként én is, meg ugye a másik fele, hogy vannak olyan ezüst és bronzérmek is, amik felérnek az aranyéremmel, tehát hogy tényleg oda eljutni, hogy valaki megnyeri az aranyat, ahhoz az adott napon annyira mindennek össze kell állnia, hogy mind most környezeti körülmények. Tehát ezen az olimpián nekünk kajakosoknak első két nap brutál hátszél, második két nap szélcsend gyakorlatilag, a negyedik, ötödik nap pedig, jól mondom? Nem jól mondom, ötödik, hatodik nap pedig brutál szembeszél. Tehát itt erre felkészülni, erre csak úgy lehet, hogyha az ember azt mondja, hogy jó, most nagyon erős szembeszél van, akkor is kimegyek edzeni. Most hullámos oldalszél van, akkor is kimegyek edzeni. Tehát nem lehet így beszűkíteni azt, hogy csak az ideális körülmények közé tegyük a dolgokat, és nagyon-nagyon ki kell jönni ezekből a komfortzónákból. Mondjuk most csodálatos idő van, úgyhogy akkor most megyünk? Most is. Most is. Egyébként, ugye most is az életed része a sport, de azért a család oda bejött. Mennyire volt könnyű vagy nehéz átállni, vagy ezt a kettő szerepet most végezni? Hát az igazság, hogy nekem 6 éves a nagy lányom, és amikor így először lettem anya, akkor rájöttem, hogy én igazából soha az életemben nem voltam fáradt. Tehát én azt hittem, hogy edzőtáborba, vagy egy ilyen világverseny után, vagy egy brutális edzés után én voltam fáradt, és akkor ennyi volt a max. Nem, tehát az ember kitolja a határait. Tehát annyira egy másfajta fáradtság az anyaság, ugye 0-24 állandó készenlét. Tehát tényleg, mint az ember állandóan így a rajtgépbe állna, hogy most éppen mikor megy le a rajtgép, és mikor történik valami. Viszont hát ugye egy csodálatos életre szóló élmény, kihívás, és nagyon örülök, hogy ezt így most már így háromszorosan is átélhetem. Hát a teherbírás az kell hozzá. Tehát tényleg azt leszervezni, hogy mikor, ki, hol van, mit csinál. Ő laktózmentes tejjel issza a kakaót, ő még nem ihat tejet, ő meg inkább teját szeretne, szóval... Igen, három különböző. Igen. És ők is kajakosok lesznek? Ha akarnak. Tehát mindenki ki fogja próbálni, és az lesz kajakos, aki azt szeretne lenni. Picit már beült, úgyhogy... Igen. Már nagyon ismeri egyébként a sporteszközt, ez az látszik, hogy nem először ült benne. Nem, abszolút. Hát őket ugye, amikor tudom, akkor hozom magammal, és nekik sem idegen ez a közeg, tehát tényleg a pici egy éves is meglát egy ilyen műanyag kajakot, és már száll bele. Úgyhogy tudja ő, hogy szeretne kacsát nézni.
Igen, meg az evezőt is nagyon jól fogta, tehát abszolút mindent tud. Így. Éppen arról beszélgettünk, hogy ha még úszni is tud, akkor igazi főnyeremény. Igen, csak lehet, hogy itt megtaláltam a piacidést, hogy még nincs ilyen pici mentő mellény, legalábbis én még csak kutyáknak láttam ekkorát, de végül is. Azt azért nem biztos, hogy kipróbáljuk majd rajta, de... Igen, majd küldök fényképet, hogy rászuszakoltam. Mindenféleképpen szerintem azt arra mindannyian kíváncsiak lennénk, nem, hogy hát nézzük. Nyilván az életvédelem és a biztonság a legfontosabb, úgyhogy ő egy ilyen szép túrakajakba középen ott el fog üldögélni apa és anya között. Hát Timi, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk. Nem tudom, esetleg valakinek valami kérdése van még, esetleg Timihez? Nyugodtan. Parancsoljon! Hány évesek a babák? 6 éves a nagylányom, 2,5 a középső, a nagylányom Bettina a középső emese, és a kicsi, aki itt volt, ő 1 éves, igenis, ő a Brigi. És nagyon-nagyon cukik. Jaj, nagyon cukik, igen. Igen, hát a Brigivel most az előbb egy... Jó 10 percet azért volt szerencsém lenni, és haláli aranyos. Tehát mit is mondta elő, mint a gyerek, akivel meg tudod szerettetni? Igen, tehát hogyha a fiatalok gondolkodnak a gyermekvállaláson, akkor ha őt kölcsönadom egy fél órára, akkor abszolút kedvet kapnak hozzá. Tehát lehet itt kampányozhat a kormány mindenféle családsegítő eszközzel, plusz még ha beraknak egy ilyen gyereket mellé, hogy na, vele lehet játszani fél órát, akkor garantált a siker. Igen, én 10 perc előtt beleszerettem, úgyhogy jöhet a baba. Oké. Drukkolok, hajrá! A keresztanya ezek után. Rendben, szívesen, örömmel vállalom. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és önöknek is köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és ne feledjék, hogy a következő hetekben is lesznek ilyen pódiumbeszélgetések, illetve ma is egész nap lesznek különböző sportolási lehetőségek, 5 órakor akkor kajakkenu bajnokság, amire bárki mehet. Bárki jöhet, és izzítom a kacsákat. Kacsakerülő verseny. Nagyon jó, kacsákat nézzük a pszichokajakosokkal. Még egyszer köszönjük szépen. Köszönöm szépen, sziasztok!